Változások léptek életbe az egészségügyi ellátásban hétfőtől Pakson is. Már nem csak életveszélyben és sürgőségi esetben lehet szakorvoshoz fordulni. Az orvos berendelheti a beteget, de szigorúan csak időpontra és szigorított járványügyi szabályok betartása és betartatása mellett. Óránként legfeljebb 4 beteg tartózkodhat a rendelőkben. Hőmérsékletet fogunk mérni a mai naptól, érintésmentesen szájkendőbe lehet bejönni, kézfertőtlenítés és kérdőív kitöltése után. Azoknak az ellátandóknak, akik telefonon egyeztettek a szakrendelőben, és indokoltnak tartotta a szakorvos, hogy meg kell jelennie, mert másképpen nem tudja megnyugtatóan ellátni. A járóbeteg ellátásban marad az egykapus beléptetési rendszer, valamint kötelező kitöltenie járványügyi kérdőívet is. Változás az is, hogy ultrahangvizsgálatokat is végeznek a szakrendelőben, és a fülorgégészet is kinyit, ám ezen vizsgálatokat, mint ahogy később az egynapos sebészetet is, csak negatív koronavírus teszttel lehet igénybe venni. Az egészségügyben jelenleg ugyanis az a cél, mondta el a főorvos, hogy minél kevesebb személyes találkozás történjen. A város polgármestere arról számolt be, hogy a Tolna megyei kormányi hivatal népegészségügyi főosztálya ellenőrzést végzett az Életfa idősek otthonában, és mindent rendben talált. Kimagaslónak ítélték meg az Életfa idősek otthonának a működését, abból a szempontból, hogy a higiéniás viszonyokat a jelenlegi járványügyi helyzetben magas színvonalon tartják be. Magyarországon 3065 a beazonosított fertőzöttek száma. Tolna megyében 17 fertőzött van a kormány hivatalos tájékoztató oldala, a koronavírus.gov.hu szerint.